Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én Terra vagyok, és egy felhívást szeretnék közzétenni azok számára, akik nagyon szeretik a Minecraftot és régóta játszanak vele. A barátaimmal szeretnénk alapítani egy Minecraft szervert, egy olyan Minecraft szervert, ami 0-24 órában futtatva van, egy olyan 120 slotos, és biztonságos, és tényleg lagmentes. Azon emberek jelentkezését várjuk, akik megfeleltek az alábbi követelményeknek. A követelmények az leírásban lesz kiírva, hogy mik a követelmények. Annyit jó, ha most tudtok, hogy 14 évesnek kell lennetek, tehát vagy be kell töltenetek, vagy el kell múlnotok 14 éves, mert csak akkor tudunk titeket alkalmazni. Ha nem töltöttétek be a 14 évet, akkor kérlek ne is írjatok jelentkezést, mert biztos, hogy nem fogjuk elbírálni. Aki viszont elmúlt 14 éves, azt szeretettel várjuk a körünkben. Na most, mielőtt még bárki belemenne ebbe, hogy megint egy új szerver, és tök fölösleges, mert már annyi van, mint a égen a csillag. Nos, valóban sok szerver van, én is nagyon régóta keresek egy normális szervert, és láss csodát, nem találok, mert annyi szerver van, mint égen a csillag, ez igaz. Azonban, ha belegondoltok, akik így kicsit idősebbek, meg értelmesebbek, talán egy olyan szervert, egy-két olyan szervert tudnék mondani, ami megfelel a mindenki elvárásának, szóval ilyen elvárásoknak, hogy lagmentes legyen a dolog, meg aránylag sok player is játszol rajta ahhoz, hogy normálisan lehessen kereskedni, és normálisan lehessen úgy ellenni. Igen, valóban. Van egy-két ilyen szerver, na most ezek kevesebb szerver van, amik normális jól működik. Inkább olyan szerverek vannak, ahogy laggol, mint a fene. Olyan tulajok vannak, akik 11 évesek. Ezzel így még nincs is gond, mert legyen 11 éves, hogyha úgy tudja vezetni, ahogyan kell. De ilyenek vannak, hogy addolgatás, meg nem egyenlőség, szóval, hogy aki haverja, az admin, aki nem haverja, az meg nem admin, az meg csicska, vagy értitek. Nos, olyan szervert szeretnénk alapítani a barátaimmal, ahol bárkinek, aki elmúlt 14 éves, bárkinek lehetősége nyílik a legmagasabb rang eléréséhez, ami a tulajdonos, szerver tulajdonos. De hát bárki kiérdemelheti, akinek van egy kis türelme és egy kis aktívsága a dologhoz. Arra szeretnék kérni mindenkit, ösztönözni mindenkit, hogy jelentkezzen bátran, hiszen lehetőséget látok ebben az egészben. Ja igen, azt még szeretném mondani, hogy olyan embereknek a jelentkezését várom, akik hajlandóak a szerverbe belefizetni. Szóval havidíjat fizetni. Ugye a szerver az nem olcsó mulatság, bérelni, webdomaint bérelni, stb. Azonban, ha tudtok ebben segíteni, de ez az egész nem átverés, szóval én nekem nem az a célom, hogy most kifosszaklak titeket, hanem meg lesz osztva mindenkivel, hogy mi mennyit fizetünk a szerverért, és annyi, amennyi. Ja igen, és az a célunk, hogy ebből az egészből lesz jövedelem is, szóval lesz bevétel, a bevételt meg majd ugyanúgy elosszuk köreinkben, akik a szervert felelnek, akik a szerverért felelnek, akik a szervert irányítják, elosszuk egyenlően, szóval
Tehát nekem most nem az a célom, hogy átverjelek titeket, hanem hogy segítsetek belefizetni a dologba. Mivel tényleg egy normális jó szervert szeretnék, ahol mindenkinek lehetősége van elérni akár a tulajdonos rangot is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt a videót, üzenetet. Jelentkezzetek bátran. Nem feltétlenül kell fizetni az egészért, szóval nem feltétlen kell belefizetni. Aki belefizet, az egyértelmű, hogy az megköszönjük, de nem kötelező. Előny, de nem kötelező. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattátok a videót. Én Teara voltam, sziasztok!